Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Büntetik a szegényeket? Rosszul jártak az egyedülálló többgyermekes szülők a szekszárdi strand árainak változása után. Útlevél megújítás néhány perc alatt, gördülékenyebbé vált az ügyintézés a kormányablakokban. Elégedetlenek a szolgáltatóval, rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson. Falopások Tolna megyében letartóztatták az elkövetőket. Bünteti az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő több gyermekes, egyedülálló szülőket a szekszárdi strand az augusztus elején megváltoztatott jegyáraival. Erre panaszkodik több felháborodott nézőnk. A szekszárdi sportközpont igazgatója idén már másodszor változtatott a jegyárakon. Először júniusban drasztikus mértékben emelt azokon, ami közfelháborodást váltott ki a városban. Hiába, újabb két hónap telt el, mire hozzányúlt a belépők áraihoz, ami viszont többek szerint nem sikerült. Először júniusban foglalkoztunk azzal, hogy a szekszárdi sportközpont éjjel szekszárd tagok által kinevezett új igazgatója drasztikus mértékben emelte meg a helyi strand belépőinek árait. A felnőtt belépők 1600-ról 2600-ra, míg a gyerekjegyek 500-ról 1600 forintra drágultak. Az emelés hatalmas közfelháborodást váltott ki a szekszárdiak körében. Hiába, a sportközpont igazgatója meg sem hallva a szekszárdiak szavát, nem változtatott az árakon. Július 17-én, másfél hónappal a strand nyitása és a megemelt áru jegyek bevezetése után már az éjjel szekszárd tagok által vezetett ifjúsági bizottság is napirendre vette az ügyet. Ők akkor felszólították az igazgatót, gondolja át a jegyek árának módosítását. Erre viszont több mint két hetet adtak neki, augusztus 1-jei határidővel. A változtatásokkal kapcsolatban végül a határidő lejárta után, augusztus 3-án tájékoztatta a helyieket a fürdő a Facebook oldalán, ahova újra elégedetlen kommentek kezdtek érkezni. Anomáliák kerültek ugyanis az új tarifa táblázatba a szekszárdiak szerint. Az egyik legszembetűnőbb furcsaság, hogy a fürdő látszólag a több gyerekes egyedülálló szülőket bünteti, akik amúgy is egyedül kénytelenek a gyerekeikről gondoskodni. Augusztus eleje óta ugyanis már lehet venni családi belépőt, ezzel két felnőtt és két gyerek mehet be a strandra 6200 forint ellenében. Ha viszont egy egyedülálló szülő 3, 7 és 14 év közötti gyermekével akar a szekszárdi strandra menni, akkor nekik a felnőtt jegyért 2600 forintot, a gyerekjegyekért pedig fejenként 1600 forintot kell fizetniük, vagyis az egy egyedülálló anyuka 3 gyerekkel 4 főre 7400 forintot fizet, míg egy szintén 4 tagú család, akik két felnőtt jegyet is megvesznek, csak 6200 forintot. Többen, ugyanúgy, mint korábban, most is hangot adtak a Facebookon annak, hogy szerintük igazságtalan és elhibázott volt a jegyárak átalakítása. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a szekszárdi sportközpont igazgatóját, szerettük volna megtudni, miért alakították úgy a jegyárakat, hogy egy nehéz anyagi körülmények között élő, egyedülálló, három gyermekes szülőnek drágábbra jönnek ki a belépők, mint egy négy tagú családnak, ahol mindkét felnőtt tud pénzt keresni. Az igazgató viszont riportunk elkészültéig nem válaszolt. A pénzügyminisztérium programot indít 50 milliárd forintos kerettel azon magyar vállalkozások beruházásainak és fejlesztéseinek támogatására, amelyek az egészségipar megerősítésében szerepet vállalhatnak, közölte a tárca kedden. Az egészségipari támogatási program célja a magyarországi gyógyszer- és gyógyászati eszközgyártás fejlesztése a gyártóhelyek számának emelésével és hatékonyságuk növelésével. A visszanemtérítendő támogatással a pályázat nyertesei versenyképesebbé válhatnak, így a program a magyar gazdaság fejlődését is szolgálja. A legkisebb támogatható projektméret 400 millió forint. Lényegesen lerövidült az ügyintézés ideje, és jóval gördülékenyebbé vált a kormányablakokban. Ezt mondták televíziónknak az ügyfelek, akik valamilyen ügyben felkeresték a nyáron a szekszárdi járási hivatalt. Az útlevél vagy éppen a személyi igazolvány megújítása most sokaknak időszerű a külföldi nyaralás miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik előzetesen időpontot kértek a hivatalba, néhány perc alatt el tudták intézni okmányaik érvényességének meghosszabbítását.
Folyamatosan érkeztek az emberek a szekszárdi Kiskorzó téren található kormányablakhoz és a Bezerédi utcai szekszárdi járási hivatalhoz is. Többen, mint ahogy kamerán kívül elmondták, az útlevelük vagy a személyi igazolványuk megújítása miatt érkeztek a hivatalhoz. Mások egyéb ügyben keresték fel személyesen a kormányablakot. Egyesek nem foglaltak időpontot, mégis gyorsan végeztek az ügyintézéssel. Hát egy kicsit várni kellett, de nem volt különösebben probléma. Foglalt időpontot? Kellett idő? Nem foglaltam. Mennyi időt várt? 2 percet. Ha időpontot is foglal az ember, például egy lejárt okmány megújítása miatt, még kevesebb időt vesz igénybe az ügyintézés. Ezt megtehetjük telefonon, vagy ha valaki rendelkezik ügyfélkapuval, számítógépen keresztül a magyarország.hu portálra kattintva. Ott az is látható, mely időpontok foglaltak már. Nézőink úgy tapasztalták, a segítőkész, készséges dolgozók minden információt megadnak telefonon annak érdekében, hogy a személyes ügyintézés még hatékonyabbá váljon, vagyis, hogy minden szükséges okirat okmány legyen nálunk. Mint megtudtuk, egy útlevél megújítása mindössze 15 percet vesz igénybe, és ha az ember előre foglalt időpontot, ez az időtartam nem hosszabbodik meg a várakozási idővel. A külföldi nyaraláshoz szükséges okmányhoz személyi igazolvány, lakcímkártya. Ha van, régi útlevél szükséges. Az ügyfél ezen kívül egy új lenyomatvételt követően távozhat a hivatalból. Az iratokat 2-3 hét múlva lehet átvenni személyesen. Tavasz óta új cég felel Pakson a hulladékszállításért. A helyiek közül sokan úgy látják, azóta sok a gond. Több szelektív hulladékgyűjtő fedele letört, emelkedtek a szemétszállítási díjak, és csökkent a hulladéktelepre évente bevihető hulladék mennyisége a szolgáltatóváltás óta. A városban ezért most rendkívüli testületi ülést tartottak. 9 napirendi pontot tárgyaltak Pakson azon a rendkívüli testületi ülésen, melyen a hulladékszállítás került fókuszba. A témát a Paksi Deák Ferenc Egyesület kezdeményezte, miután lakossági észrevételek szerint több szelektív hulladékgyűjtő edényzet fedele eltörött. A polgármester és az érintett cég igazgatója szerint is a régi kukáknál előregedési problémák merülnek fel. Ez okozhatja egyes tetők megrongálódását. Az elkövetkezendő időszakban már ősszel olyan beruházások indulnak meg, amelynek keretében ezeket a szelektív hulladéktároló kukáknak, edényzeteknek a teljes cseréjére kerül sor. A közeljövőben az elektromobilitás is megtörténik a hulladékszállításban, ami 3 új elektromos kukásautót jelent. A szemétszállítás során kialakult vita kapcsán a megemelkedett szemétszállítási díj is szóba került. Mint elhangzott, a lakossági szolgáltatási díjak 2012 óta nem változtak. A 4 köbméteres hulladéktárolóknak a díja emelkedett viszont, azok viszont már nem találhatók meg a városban, egy-egy intézményben még található, de a lakosság körében már nem használják ezeket a lakótelepen. Az atomerőmű déli bejárójáig a 6-os számú főút 4 sávossá szélesítését tervezi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A csomópontoknál önkormányzati tulajdonba a város kezelésébe kerülnek egyes részek, így erről is döntöttek a városatyák, valamint polgármesteri és alpolgármesteri keretből 2 fogyatékkal élőket segítő alapítványnak nyújtanak 1 millió forintos támogatást. Több köbméter már kitermelt fát lopott el társaival egy idős tolnai férfi Tolna megye különböző területein lévő erdőkből. A rendőrök elfogták és letartóztatták az elkövetőket. Innen a sötétvölgyi erdőből lopott el több köbméternyi ipari akácfát 2 tolnai férfi még július közepén. A hatalmas mennyiségű fát korábban termelték ki, és épp el akarták szállítani a cég munkatársai, de annak csak a hűthelyét találták. A fakitermeléssel foglalkozó cég dolgozója több alkalommal tett feljelentést a rendőrségen. Kollégáink a rendészeti, valamint a bűnügyi állomány munkájának köszönhetően 2020. július 28-án 2 személyt fogtak el, egy 36 éves, valamint egy 62 éves tolnai lakost, akik megalapozottan gyanúsíthatóak a bűncselekmény elkövetésével. A rendőrök a 63 éves tolnai férfinél tartott házkutatás során az ellopott fa nagy részét meg is találták. Később kiderült, hogy a férfi nem csak Sötétvölgyben, hanem Tolna megye több pontján is lopott tüzelőnek valót. Ővele szemben már több kapitányságon folytatnak büntető eljárást falopás miatt. A férfit a szekszárdi rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
Az egyenruhások a két tolvajt három rendbeli lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit a szekszádi járásbíróság július végén letartóztatásba helyezte. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai szerint Tolna megyében az állami erdőgazdálkodási vállalatok területein a falopás és illegális fakitermelés által okozott kár 3,3 millió forint volt 2018-ban. Akkor 105 köbméternyi fát vágtak ki engedély nélkül. Két évvel ezelőtt a területi erdészetek 32 falopást regisztráltak zömében Kajdacs, Paks, Nagydorog és Szárazd térségében. Július 14-től augusztus 13-áig minden kedden és csütörtökön nyári matiné néven délelőtti foglalkozásokat tartanak gyerekeknek a Sióagárdi Közösségi Tér és Teleházban. Minden alkalommal más-más dolgokkal foglalkoznak, így mindenki megtalálhatja a számára kedvezőt. A foglalkozásokat a helyi önkormányzat támogatja, így a gyerekeknek ingyenesek. Jó hangulatban telik a drámajátékoknak szentelt nap a Sióagárdi Közösségi Tér és Teleházban. A település önkormányzatának segítségével szerveztek a helyi gyerekeknek nyári matinét, ahol július 14-e és augusztus 13-a között minden kedden és csütörtökön délelőtt foglalkozásokat tartanak, vagy előadásokat szerveznek. Bár a felhívás főleg kisiskolásoknak szólt, többször előfordult már, hogy a kisebb testvérek is csatlakoztak. Így került Csanád is a matinéra. Volt olyan, hogy volt jobbról hullám, marról hullám, és amikor dagálja, akkor kell helyet cserélni. És ügyes voltál? Uh-huh. Én voltam egyszer a kapitány, és kifárasztottam jobbra, balra, jobbra, balra. Kisné Hóner Magdolna szervező felkereste a faluban élő, dolgozó embereket, akik valami érdekes, különleges dologgal foglalkoznak, és elvállalják, hogy megismertetik ezeket a gyerekekkel. Így állt össze az egy hónapos program. Ebben szerepelnek sióagárdi hagyományok, például a gyerekek megismerkedhettek a hagyományos agárdi kulcsos kalács készítésével, meg is kóstolhatták. Most éppen drámajátékokon vesznek részt, lesz bábkészítés. Pekari Bernadetta, keddi foglalkozás vezetője azt mondja, mint drámapedagógus mindig szívügyének tartotta azt, hogy minél többet játszunk a gyerekekkel. Ma drámajátékozunk, különböző játékokat hoztam a gyerekeknek, csütörtökön pedig bábozni fogunk velük. Ha már fecskebáb csoport, akkor ők is ízleljék meg ennek a varázsát, ennek az örömét. A mai napon igazából olyan drámajátékokat hoztunk, ami főként közösségépítő, ismerkedős játékok. A közreműködő szakemberek, előadók önkéntes munkájukkal támogatták ezt a programot. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Kérdéseket vet fel a mohácsi jegyző menesztése, tiszta választást akar a városi Fidesz. 77 művész alkotásait láthatják az érdeklődők a várban, idén is megrendezték a Siklósi Szalont. Csúcsot döntött Rasovszky, közel 2 perccel javította a balatonátúszás eddigi rekordját. Érthetetlen, miért kellett eltávolítani a mohácsi jegyzőt az időközi választás előtt. Mire készül a baloldal, kérdezi a település Fidesz szervezete. Képviselőjük hétfőn tartott tájékoztatót a sajtó képviselőinek. Ezen Csizmadia Csaba azt mondta, hogy a város jegyzője közmegelégedettség mellett dolgozott már 15 éve pozíciójában. Több kitüntetés, jutalom jelzi munkája eredményességét. Ennek ellenére Csorbai Ferenc azonnali hatállyal eltávolította a posztjáról, néhány héttel a választás előtt, ahol éppen a jegyző feladata a törvényes voksolás felügyelete. Kérdéseket vett fel a mohácsi jegyző menesztése az időközi választás előtt, ezt mondta a város fideszes képviselője hétfőn. Megkérdőjelezhető, hogy miért a választások előtt néhány héttel lépte meg ezt Csorbai úr, vajon mi lehet ezzel a szándéka? Esetlegesen választási csalást készített elő? A Fidesz mohácsi szervezete felkéri a Baranya megyei önkormányzat főjegyzőjét, hogy kifejezett és kiemelt figyelemmel kísérje a 2020. szeptember 27-én tartandó időközi mohácsi választást azért, hogy a törvényesség sérthetetlen legyen, és a mohácsi választópolgárok valós akarata érvényesülhessen.
Csizmadia Csaba szerint érthetetlen, hogy a 15 éve dolgozó jegyzővel miért most lett elégedetlen a szocialista Csorbai Ferenc polgármester, aki Szekó József halála után így már versenytárs nélküli szavazáson kerülhetett a városvezetői pozícióba. A mohácsi közgyűlésben fideszes többség alakult ki, így kisebbségben maradt a polgármester. Végül a képviselőtestület július 6-án egyhangú döntéssel feloszlatta magát. Az időközi önkormányzati választást szeptember 27-én tartják a Dunaparti városban. Ismét megrendezték a már hagyományos siklósi szalon kiállítást. A baranyai település várában 77 művész festményeit, szobrait láthatják az érdeklődők. Az alkotócsoport már most készül a 2021-es tárlatra, hiszen abban az évben ünnepli a szalon fennállásának 30. évfordulóját. A most megnyílt kiállítás október 31-éig látogatható. Idén már 29. alkalommal rendezték meg a siklósi szalon kiállítást a baranyai településen. A festményeket, szobrokat a várban láthatják az érdeklődők. A tárlat rendezője egy festőművész, már 40 éve foglalkozik a galériák művekkel történő megtöltésével. Baki Péter azt mondta, az alkotócsoport sokszínűségét hűen tükrözik a bemutatott szobrok és festmények. Ez egy olyan csoport, ahol az ember mindig igyekszik a lehetőség szerint legutóbb és legjobb munkáit beadni, már aki ezt megteszi, mert különben szégyelni magát a többiek előtt. Úgyhogy ennek következtében ez egy nagyon színvonalas és nagyon friss kiállítás. A kiállításon 77 művész mutatta be munkáit, a közönség közel 100 alkotást láthat a várfalain. A siklósi szalon évente megrendezendő tárlata pedig 2021-ben több szempontból is különleges lesz. Különleges, mert akkor eddig nem határoztunk meg, de akkor szeretnénk egy tematikusabb kiállítást szervezni, és még érdekessége, hogy jövő évben Lendváron megyünk, Szlovéniában hívtak meg a szalont, úgyhogy két kiállítás lesz, itt lebontjuk és visszük Lendváron. A kiállítás a siklósi várban látogatható. A műveket október 31-éig 10 és 18 óra között tekinthetik meg az érdeklődők. Rasovszky Kristóf új csúccsal nyerte az idei balatonátúszást. A Réfülöp és Balatonbogler közötti 5200 méteres távot a 23 éves világbajnok kereken 57 perc alatt teljesítette. Ezzel Papp Márk 2016-os rekordját döntötte meg. A nőknél Olasz Anna ért be elsőként a célba. Összesen 8907-en ugrottak vízbe szombaton, közülük 1000-en az első alkalommal meghirdetett fél távot vállalták. Reggel 8 órakor rajtoltak el Réfülöpről a 38. balatonátúszás versenyzői. Az eseményen a nyílt vízi úszóválogatott szinte minden tagja részt vett, kiegészülve a medencés versenyző Kése Jajnával. A leggyorsabbnak Rasovszky Kristóf világbajnok úszó bizonyult, aki kereken 57 perc alatt teljesítette a távot, megdöntve ezzel Papp Márk 2016-os rekordját. Én most nagyon örülök, mert ezért ez azt jelenti, hogy tényleg sikerült most az elmúlt pár hónapban, amikor visszatérett a medencébe az edzésekre, akkor jól sikerült a felkészülés. Úgyhogy ez egy komoly idő, egy jó idő. Ez az 57 perc, nem számítottam erre, azt gondoltam, hogy 58 perc alatt talán be lehet vinni, de azért ez egy másfél perccel jobb, mint amit a Márk úszott. Úgyhogy valószínűleg ez talán egy olyan csúcs lesz, ami megint egy pár évet megél. A nőknél Olasz Anna volt a leggyorsabb. Ő 1 óra 1 perc 37 másodperc alatt ért célba. Így csupán néhány másodperce múlt, hogy nem sikerült megdöntenie Risztovéva pálya csúcsát. Nagyon megnyomtuk, próbáltunk, természetesen a csúcsra mentünk, kicsi múlott, viszont nagyon-nagyon hullámzott az elején a víz, úgyhogy már igazából az első 2000-en picit éreztük, hogy ez necces lesz, de nagyon volt, mert az edzőm jött mellettünk kajakkal, úgyhogy ő mutogatta, hogy igazából jó tempót úszunk. Azt az ugye nehéz kiszámítani, ilyenkor ugye a szél az nem nekünk kedvezett, úgyhogy a Székely Dani pedig végig nagyon jól úszott előttem, próbáltuk ketten ezt az üremot megúszni. Sajnálom, mert kicsi múlott, de hát jövőre. A sportolók mellett rutinos civilek is nekivágtak a klasszikus 5200 méteres távnak. Volt, aki már 28. alkalommal teljesítette a kihívást. Több mint 2 óra tavaly azon belül voltam. Végül is elégedett vagyok, mert eléggé hullámzott. És én végig hátban szoktam úszni, kicsit zavart ez. Milyen a víz? Kicsit túl meleg. Nekem nagyon meleg, főleg középen, de jó volt. Gyere szívem!
Nem csak a vízben, hanem a parton is nagy volt az izgalom. Sokan szurkoltak a családtagoknak, barátoknak, sőt voltak, akik távcsővel figyelték a célba érés pillanatait. A fiam úszott az úszóklub tagjaival, 12 éves. Meg úgy általában 12-13 évesek, hatan úsztak együtt, négyen kijöttek már. Az idei év több újdonságot is hozott, így például féltávon is indulhattak az úszók. Magabiztos győzelemmel kezdte az újonc PMFC az NB2-es bajnokságot. Vas László együttese a Dorogi FC csapatát fogadta vasárnap este. A teltházas mérkőzést 4-0 arányban a házigazdák nyerték. Az NB3-as labdarúgó bajnokság nyitó fordulójában pedig a Paksi FC 2 csapatát fogadta a HR Rend Kozár Michelin gárdája. A találkozón 0-4-es állás után kezdték el a házigazdák a gólgyártást. Fordítani ugyan nem sikerült, de a hosszabbításban kiegyenlített Jelena Richard együttese. A mérkőzés végeredménye HR Rend Kozár Michelin, Paksi FC 2, 4-4. Jól rajtolt az újonc PMFC a Merkantil Bank Liga NB2-es bajnokságban. A pirosmezes pécsieknek már a Dorogi FC elleni találkozó 12. percében sikerült megszerezniük a vezetést Rácz László révén. A 20. percben Óvári Zsolt értékesített egy büntetőt, majd a 29. Geiger Norbert lőtte a labdát a Dorogi kapuba. A 32. percben Sági Milán 25 méterről lőtt óriási gólt, ezzel ki is alakult a 4-0-ás végeredmény. Nyilvánvaló csodálatos rajt, tehát 4-0 kezdeni egy bajnokságot, főleg úgy, hogy osztályt váltottunk, ez egy nagyszerű dolog. Keményen dolgoztak a srácok, beletettek mindent, de nem szabad elmenni azért a hibák mellett, azért a mérkőzésnek voltak olyan periódusa is, ahol mi is elkövettük azokat a hibákat, amiket adott esetben az ellenfél kihasznál, akkor adott esetben máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés, de nem panaszkodni szeretnék, hanem inkább azon az úton vagyunk, hogy ezeket az apró hibákat a helyre tegyük, és azokat a pozitívumokat, amit a mérkőzés folyamán felmutattunk és alkalmaztunk, akkor tovább vigyük és még jobbá tegyük. Az NB3-as labdarúgó bajnokság nyitó fordulójában a Paksi FC 2-es csapatát fogadta a kék-fehérben játszó HR Rend Kozár Michelin. A vendégek a 20. percben szerezték meg a vezetést debreceni révén, majd a 44. Szendrei értékesített egy büntetőt, 3 perccel később pedig Sajbán rúgott gólt, így 0-3-as állásnál vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben Prantner lőtte a vendégek 4. gólját. Ekkor aztán fordult a kocka, és fokozatosan dolgozta le hátrányát a házigazdagárda. A 71. percben Kirtner Krisztián, a 77. Babinski Bence, 2 perccel később ismét Kirtner Krisztián, majd a hosszabbításban újra Babinski Bence volt eredményes és állította be a 4-4-es végeredményt. Úgy játszottunk, hogy úgyis majd lesz valami, és kaptunk 4 olyan gólt, vagy inkább 3-at, tehát 3 eurógólt kaptunk, amit nehéz kivédekezni így, főleg, hogy ekkora gólt kapunk, hát ez a különbség egy NBA-s visszajátszó játékosok közötti a minőségbe. Nem tudtuk, nem hittük el, hogy itt tudunk nyerni. Szerintem nagyon sok játékos úgy állt bele, hogy itt már ez elment. A jókor jött a gól. Mondhatom, hogy jókor jött a, nem tudom, hányadik percbe, 60. percbe. De utána a srácok erőkösen küzdöttek, de még meg is fordítottuk volna. De ne legyünk elégedetlenek. 4-0 után. Szerintem ez bravúr volt. A másodosztályú PMFC szerdán a Nyíregyházához, az NB3-as HR Rend Kozár Michelin pedig vasárnap az Újpest FC 2-höz utazik a második fordulóban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Büntetik a szegényeket? Rosszul jártak az egyedülálló többgyermekes szülők a szekszárdi strand árainak változása után. Útlevél megújítás néhány perc alatt. Gördülékenyebbé vált az ügyintézés a kormányablakokban. Elégedetlenek a szolgáltatóval. Rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson. Falopások Tolna megyében letartóztatták az elkövetőket. Szerdán erősen felhős, borongós idő lesz, ismétlődő esőkkel, záporokkal. Délután ismét kialakulhat dörgéssel, villámlással, átmeneti hevesebb esővel kísért zivatargóc is. Éjszaka elgyengülnek, megszűnnek a záporok, zivatarok, miközben éjszak felől vékonyodik, csökken a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!